Így invitálta az alkalmi kórus a vendégeket a borászbálon. A kórusban a borvidék borászai és a bál szervező borbarát hölgyek énekeltek. Pontosan egyszer volt lehetőség próbálni a hét elején hétfőn, és most mi előbb jöttünk, és egy kis alapozással, egy jó kis gyöngyöző borral, meg egy kis rövid próbával még próbáltuk csiszolni, amit már nem nagyon lehetett hova. A borászkórus bemutatkozása után Gál Tiborné, a szervező Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke, külön köszöntötte a díszvendégeket. Ács Károly tokai borászt, aki 2012-ben az év bortermelője volt, és Tóth Ferencet, aki szintén ekkor lett az év borásza az Egri borvidéken. A tokai borász részvétele az Egri borászbálon azt jelenti, hogy a bál túlmutat a borvidék határain. Borászok és borvidékek között létezik összefogás, mondta dr. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő a bál megnyitóján. A jó bor legfontosabb küldetése, hogy összehozza az embereket, közösségeket, fogalmazott. Minden borásznak megvan a maga érdeke, de szükség van összefogásra. El kell készíteni például közösen egy nívós kiadványt az Egri borvidékről, amely bemutatja a borokat, borászokat, mondta Nyitrai. Márciusban a lengyel köztársasági elnöknek már szeretnék odaadni a lengyel, angol, kínai és magyar nyelvű kiadványt. Kiváló kezdeményezésnek nevezte a képviselő az Egri csillagot. Legyünk büszkék az ötleteinkre, kezdeményezéseinkre, és hozzuk ki abból a maximumot, hogy az ország és a világ megtudhassa, hogy az Egri borvidék az milyen komoly szinten fejlődik. A borászbál célja, hogy a borkedvelők találkozhassanak az egri borászokkal. A borászbál immáron 11. alkalommal kerül megrendezésre. Nagy népszerűségnek örvend, azt is mondhatjuk, hogy ez a Eger és Heves megyének, talán az Észak-Magyarországi régiónak is a legrangosabb bálja. A menüt Szetner Attila állította össze, a borokat a borbarát hölgyekkel kóstolták az ételekhez. Megfőztem a menüt, és összekóstoltuk a borokat a étellel, és akkor ott kaptam olyan javaslatokat, hogy teljesen harmonikus legyen az étel és a bor párosítás. A 11. borászbálon is gyűjtöttek a borbarát hölgyek. A cél még mindig az őrkunyhó felállítása, azért a kunyhóé, amely szerepel az Egri csillag legendájában.